Nem volt ugyan megállót jelentő célállomás Szekszárd az idei borokrallin, de annak, aki augusztus 30-án ebédidő tájékán Szekszárd központjában sétált, annak úgy tűnhetett, mintha az lenne. 10 percenként gördül be egy-egy erre az alkalomra földcicomázott Fiat Punto, és a fogadó autó csomagtartójából egy-egy jóféle szekszárdi palack is előkerült. Szekszárdon nem lehet csak úgy szemtelenül áthaladni. A borokrallin induló szekszárdi polgármester Kocsis Imre Antal külön baráti kérésére iktattak be egy-egy röpke megállót a közélet, a művész és sportvilág hírességei, miközben villany felé haladtak. Milyen emlékképet őriztek erről? Koko, neked hányadik? Talán most debütálsz, de gondolom, hogy a kérdés abszolút téves, hiszen legalább harmadik, még a Fiathoz is köthetlek, több borrallihoz, még akkor is, hogyha személyesen ott nem találkoztam. 8. meghívásom és az első résztvételem. Akkor találtam. Eddig tökéletes. Eddig valamilyen úton módon kimaradtam, vagy idő, elfoglaltság, vagy megmondom ezt a legelején még nem is éreztem magam elég érettnek ahhoz, hogy megismerkedjek a magyar borokkal, ráadásul, hogy a sportolói éremben nem nagyon fér bele a borozgatás. Most viszont már, hogy felszabadultam, nem kell ezzel foglalkoznom, végre önfelettem borozhatok, és nagyon örültem, hogy ismételtem meghívtak, és szinte biztos vagyok abban, hogy a jövőre nem is kell hívni, jövök magamtól. Szerintem Peti is ugyanígy van ezzel, illetve a Kasszás Géza, aki első nap kísért el a rallin. Annyira jól éreztük magunkat az eddigi másfél nap alatt, hogy garantált a jövő. Miben áll ennek az eredetisége? Itt azért nem a klasszikus autóversenyzésről van szó, időt nem is lehet menni, sőt, Ferenc Attila mit talált ki? Tehát mitől eredeti, mitől magyaros ez a forgatókönyv? Hát leginkább attól, hogy ez egy gyönyörű ország. Tehát iszonyú izgalmas helyeket lehet felfedezni. Egyrészt, amit már úgy ismertünk, újra bejárni ezeket a területeket, másrészt meg hát mindkettőnknek vannak ilyen élménye, hogy egy-egy falura, egy-egy táblára rámutatunk, valami eszünkbe jut róla, rengeteg sztori megy a kocsikba ebben kapcsolatban, tehát ez ettől gyönyörűség az egész. A másik meg az, hogy olyan emberek találkoznak egymással, akiknek úgy tulajdonképpen a nagyvilágban semmi közük nincsen egymáshoz, és akkor egyszer csak kiderül, hogy minden állarc mögött van egy lélek, és az meg valamiről beszélni akar, és akkor egy ilyen jó esti bulik szoktak kialakulni. Megkóstolunk mindent, amit lehet, meg amit a lehetőségek megengednek, mert ugye közben napközben kéne egy kicsit haladni is. Villány, akkor Oporto, vagy más is? Még nem tudom, tehát azért nagyon sok pincét fogunk meglátogatni, gondolom minden pincének más és más bora van, amit szeretne nekünk bemutatni. Az eddigi tapasztalat az, hogy szinte minden pincében találtunk olyan bort, ami minden kettőnknek vagy mindenkinek ízlet, és ráadásul én rájöttem ez alatt a rövid borral való ismerkedésem alatt, hogy nincsen rossz bor valójában, tényleg csak a megfelelő időpont, megfelelő hőfok, megfelelő étel kérdése a dolog, és minden borban benne van a munka, benne van az érték, és minden bornak meg kell adni azt a tiszteletet, hogy engedjük magunkat egy kicsit szabadjára és élvezzük, és tényleg azt mondom, hogy talán 10-20 bort kóstoltam már ezzel a másfél napot, és mindegyik ízlett. Milyen személyes élményeik vannak idáig, még itt a Garai teren beszélgetünk? Nekünk azt hiszem, gondolom, hogy az egyik oldalról persze leginkább móka, mert nyerni nem akarunk. Nyerni azzal nyerünk, hogy végigmegyünk az országon, és megismerjük azokat a borokat, amelyek valóban rendkívül finomak, és megpróbáljuk fölhívni a figyelmet arra, hogy a magyar bornak is kell cégér, mint a világon mindennek. És ehhez kötődően ez egy rendezvény marketing, ez be kell vallani, hogy erről van szó, de egy igényes típus. Én azt tapasztalom, hogy azoknak az embereknek, akik termelik a bort, akik készítik a bort, nagyon jól esik az az odafigyelés, amit az itteni szereplő Kokótól kezdve azok a közéleti emberek, akik mégiscsak jelképezik idézőjelben egy ország érdeklődését, most a figyelmüket erre irányítják. Fölemelő érzés tényleg látni azt, hogy hogyan készülnek ezek a boros gazdák, akik oda nőttek egy-egy vidékre, akik a szőlővel foglalkoznak, és egy új minőséget teremtenek meg, és ha valamiben segíteni tudunk, az pont az, hogy ez a minőségi bor, és az ahhoz kötődő borfogyasztási kultúra és ahhoz kötődő minőségi kereskedelem honosodjék meg, hiszen ebben van még sok tennivaló. Ez a bortúra is egy tanúság. Azt láttam például épp a tegnap esti beszélgetés során Egerben, hogy az a szabályozás, amelyik egy önszabályozásra épített, nagyon bevált, és bizony ott egymás közül az egri bikavér őrzői, azok a borászgazdák, akik már fontosnak tartják, hogy csak minőségi egri bikavér kerüljön a pultokra, azok kizárják maguk közül azokat a borászokat, akik nem a minőséget teremtik meg. Ez például egy nagyon felemelő élmény, és a másik oldalon nekünk egy tanúság. Nem kell mindent szabályozni, valóban ezek az önszabályozó belső termelő közösségek igenis elvégzik azt a munkát, ha hagyjuk őket, ha rájuk van bízva és ha támogatást kapnak. Az ügyességi játékok azok érdekesek, de én már évek óta úgy vagyok, hogy nem a versenyre koncentrálok, nem is érdekel a helyezésem, hanem szép tájakon megyünk végig, olyanokon, amiken adott esetben még én se jártam, pedig én elég sokszor bejártam már az országot.
jó emberekkel ismerkedik az ember, jó borokat kóstol meg. Az egész szerintem, azon kívül persze, hogy ez tényleg a társaság élet egy formája, de egy nagyon kellemes kirándulás. Van-e valami titkos vágya, valamelyik borvidéken valamilyen bort megkóstolna, vagy valamelyik borásszal való diskurzus után valamilyen következtetésre jutna, és kapcsolatban keresztül esetleg segíteni a magyar borügyet? Ebben semmilyen titok nincsen. Amikor az ember borászokkal találkozik, mindig találkozik azokkal a problémákkal is egyúttal, amelyeket ők megoldandónak tartanak. Mondjuk például a szabályozás még mindig túl sok adminisztratív terhet jelent számukra, sokszor nehéz a piacra jutásuk, többet kellene szerintem központi forrásokból marketingre költeni. De egyébként az az érdekes, hogy mennyire szervezett, egyre inkább szervezettebbek a borvidékeink, most nem csak a Szekszárdi, de akár az Eger környéki, hát nem beszélve a Villányról, most ezeket látogatjuk ezen az úton, de voltunk korábban Sopron, Eszmély és más területeken. Látszik, hogy egyre kulturáltabb a termelés is, egyre jobb a minőség, és hát egyre többen kapcsolják össze a bort a gasztronómiával, ami szintén egy jó dolog, és valószínű előbb-utóbb egyre inkább turisztikai látványossággá is fejlődik. Szekszárdon nem ok nélkül politikusként is gyakorta megfordult, hiszen az SZDSZ a rendszerváltozás óta itt talán mindig stabil és jól szerepel. Most a borokkal kapcsolatban való élményeiről, melyek azok, amelyek karakterisztikusan úgy belopták a szívébe önnél? Ha már itt vagyunk Szekszárdon, akkor számomra meglepetés volt, még évekkel ezelőtt egyszer itt jártam, borászokkal találkoztam még belügyminiszterként, és kadarkával kínáltak. Most a kadarka nekem ugye az a bor volt, ami ott van a ABC áruházak alsó polcán eldugva, két literes palacba, sörös kupakkal lezárva, és nagyon nem szerettem. Most ehhez képest arra kellett rájönnöm, hogyha egy bort odafigyelve kezelnek és állítanak elő, akkor ha az kadarka, akkor is egy igazi, jó, kellemes, zamatos bor tud válni belőle. Úgyhogy azóta rendszeresen tartok otthon kadarkát is. Ez az, amit karakterisztikusan megkülönböztet a Villányitól, az Egritől és az összes magyar világfajtától, a magyar kitűnő boroktól? Ha Szekszárdról van szó, akkor igen, mert nekem ez Szekszárdon volt egy alapélményem. Ez olyan, mint mondjuk Villányban, pedig hiába vannak jobbnál jobb boraik, Oportónak mindig lennie kell egy villányi pincészetnél. Ott emiatt az Oportó marad meg az emberben. Egerben most sokféle borral kísérleteznek, de még mindig a bikavér az, ami igazán egy. Megfordul ezen a vidéken, vagy egy picit, mint vörösboros rivális vidék, azért árgus szemekkel vizsgatja a szekszárdi helyzetet? Hát természetesen árgus szemekkel vizsgatom, de nem ezért vagyok itt. Nagyon jó vagyunk a polgármester úrral, ugye régóta ismerjük egymást. Másrészt, amikor polgármesterek voltunk első ciklusban mind a ketten, akkor mi összehoztuk a bikavér találkozót itt Szekszárdon, majd a szekszárdiak voltak Egerben. Tehát én úgy gondolom, hogy egyrészt a magyar bornál először nem a konkurenciáról kell beszélni, hanem arról, hogy a magyar bort hogyan lehet összefogni és jól eladni, és ebbe bizony együtt kell dolgozni. Úgy őszintén mi a vélemény a szekszárdi bikavérről Egerben? Más a jellege a bikavérnek, tehát én úgy gondolom, hogy önmagában mind bort nem hasonlítják össze. Nyilván a bikavér név ez mindenkibe felvetődik, főleg egy laikus ezt nem tudja, hogy mit jelent a bikavér név, mennyiségekről nem beszél, és a két bor közötti különbséget nem látja. De aki egy picit is ért hozzá, megkülönbözteti sokkal lágyabb a szekszárdi ízlésvilágában más, van, aki ezt szereti, ez teljesen rendben van, ez így jól szekszárdi bikavér. Mit vár ettől a borrallitól, tehát milyen élményekkel, plusz információkkal akar gazdagodni? Hát mi végül is tegnap házigazdák voltunk, ez volt az elsődleges szempont, hogy gyönyörű pincéket, borászatokat mutattunk be Egerbe, és hogy jól érezze magát a társaság. Hát a bor az minden város számára egyik oldalon, a szőlészet, a borászat élén a gazdaság egyik fontos pillére, de hát a város marketingnek is nagyon fontos eleme. Én azt hiszem, hogy most elsősorban a város marketingről szól ez a borút rally, és hát persze a bikavért szeretnénk legjobban népszerűsíteni.
Más magyar borvárosok polgármesterei, vagy éppen parlamenti képviselő is befutottak a Garai térre. Nagyon örülök ennek a rendezvénynek, azért, mert azon kevés rendezvény közé tartozik, ahol különböző pártállású, különböző gondolkodású, különböző foglalkodású emberek együtt tudnak megmutatkozni, és nagyon kedélyesen. Ráadásul egy nagyon jó ügy érdekében. Én azt gondolom, hogy a bor általában, és a magyar borászat, a magyar borral szőlővel foglalkozó emberek érdekeit valamilyen módon képviselni, a munkájukat elősegíteni, az egy közös érdekünk lehet. És egy nagyon nemes érdek, hiszen egy magyar ügyről van szó. És hogyha ebben tudunk valamit segíteni ezzel foglalkozó embereknek, egy ilyen játékos formában akár, akkor itt minden lehetőséget meg kell ragadni. Külföldről, mondjuk Franciaországból nézve, Magyarországot nagyon nehéz tájegységekre osztani, és ezen belül Észak-Magyarországot 3-4 részre szétszedni még, hogy Mátra alja, Eger, Bükalja, Tokaj, ezt nagyon nehezen látják át a külföldiek. Tehát én nagy jelentőségét látom annak, hogy ezek a borutak, borvidékek valamilyen fajta egyesülési folyamaton mennek el. Borrégiók jöjjenek létre? Hát valami ilyesmi, egész biztos, hogy részük létre fog jönni. Ezért tud valamit tenni a parlamentben? Hát... Vagy azon kívül? Remélem, hogy igen, amennyiben persze a szakmának is van egy ilyenfajta eltökéltsége és szándéka, és ez nagyon szorosan összefügghet azzal is, hogy merünk-e lépni politikusok a magyar régióknak a létrehozására. Tehát nem lehet itt mindenfajta régiókat egymásra függetlenül létrehozni. Ha a politikai régiók létrejönnek, akkor ezek érdekes módon lefedik ezeket a fajta régiókat is, tehát azon belül a szőlészet, borászat is regionális szinten tud megjelenni. A jó borok kitűnő propagandistájának számító jászberényi polgármester Egri kollégája jelenlétében kimerte mondani, jobb a szekszárdi bikabér, mint az Egri, legalábbis neki. Eddig csak két borról beszéltünk, vagy két borvidékről. Ugye az elmúlt 50 évben ez volt a mátrai, illetve a tokai, kicsit a Balaton felvidéki. Ma már ugye Villány, Szekszárd, az kezdi visszanyerni az eredeti fényét. Én szerintem a szekszárdi bikavér az van olyan jó, hanem jobb, mint a eredeti Egrinek mondott bikavér, tehát... Ezt a kocsiba is elmondja, amikor Eger polgármesterével utazik esetleg együtt? Semmi, én nem rajtam békam alá ezt a véleményemet, hogy én nekem legalábbis jobban ízlik, tehát én jobban szeretem a szekszárdi bikavért, mint a Egri bikavért. De hát egyéb borai is. A kék frankos például, a szekszárdi kék frankos is nagyon jó. Régen volt a szekszárdi kadarka, ami egy könnyű asztali bor volt. Tehát ennek a borvidéknek vannak jó adottságai, és vannak jó termékei, amiket érdemes propagálni. Nagyon sokat jártunk ide le Szekszárdra borér, annak idején vörös borér. Ha jó vörösbort akartunk kinni a Balaton felvidéken, akkor vagy Villányba mentünk, vagy Szekszárdra jöttünk, de mindenek előtt ide, mert ez sokkal közelebb van, és hát legalább olyan jó bor a szekszárdiak. Fehérben zászlós hajó, szinte ez ön borvidéke, vagy az ön közeli borvidék. Hogyan tekint a vörösekre? Mi lesz az Unióban majd, amikor hát a fehér és a vörös külön harcol az exportpiacokért? Hát ezt meg nem tudnám mondani. Maga a piac egy talányos dolog. A mi jó vörösboraink, amik testesek és nehezebbek tapasztalatom szerint, mint tőlünk nyugatra, hát talán a jó rozéborokkal tudunk majd versenyképesek lenni, ami szerintem egyedülálló. Tehát ezeket a jó rozéborokat megkóstolni és fogyasztani, az egy nagyon nagy élmény. És felvidékről melyek lesznek azok a már ismert fajták, amelyeket a világ is megismer majd a fehérben? A Balaton felvidékről? Hát a badacsonyi borok, hát nem kell badacsonyi szürke barát, és ezek országosan is jól ismertek. Gondolom majd a világ is megismer idővel. A Zánka környéki borok nagyon jók, a Tihanyi, Füred környéki borok ragyogóak. Hát ezek mind-mind olyan fehér borok, amiket el kell tudni adni. A versenyen kívüli szekszárdi megálló ötletgazdája, városunk polgármestere is természetesen megérkezett Szekszárd főterére. Tulajdonképpen magánemberként hivatalosan képviseljük a szekszárdi borvidéket. Számunkra, szekszárdiak számára azért fontos ez az út, mert ha ugyan nem főállomás Szekszárd, hanem csak a mezőny áthalad Szekszárdon, a nap minden pillanatában nekünk a szekszárdi borvidékről és a szekszárdi borok idei helyezéseiről kell beszélnünk. Egyszerűen tehát marketing feladatot teljesítünk, és ennek a marketing feladatnak része az is, hogy ha már egyszer létezik polgármesterek versenye, amelyet lehet, hogy nem nyerünk meg, de most minden esetre vezetünk, tehát ebben a pillanatban vezetjük a polgármesterek versenyét,
és szeretnénk megtartani ezt a helyezést. Nem magunk számára, hanem a szekszárdi borvidék számára. Erről szól ez a verseny. Nincs tehát arról szó, hogy Szekszárd szomorú lehetne, hogy most itt nem látogatjuk sorba a pincéket, mert ez így törvényszerű. Egy ilyen mezőny, egy ilyen háromnapos utat vállaló mezőny nem tudja végig látogatni Magyarország összes borvidékét. Most az Egrit és a Villányit. 2 évvel ezelőtt a Szekszárdit, 4 évvel ezelőtt itt is aludt a teljes mezőny, tehát folyamatosan változik a program, és így jó, mert minden borvidéknek sorra kell kerülnie. Mi viszont most egy ilyen szituációban képviseljük a szekszárdi borvidéket. Lesz olyan szituáció, kivételes alkalom, amikor megkönthetik pozitív értelembe a résztvevőket? Hallottam, hogy Dél-Afrikából is van itt ember, aki nem hallott például a szekszárdi borról. Ez önmagában meghökkentő, hogy az 5 magyar bordói aranyéremből 3 szekszárdi, önmagában meghökkentő, hogy akkor, amikor Portugália a bordói áprilisi borvilágversenyen összesen 4 aranyérmet szerez vörösborban, akkor egyedül a szekszárdi borvidék 3-at. Ezek mind meghökkentő dolgok, és el kell adnunk ezeket az információkat. Tudomására kell hoznunk a világnak, hogy a szekszárdi borvidék ilyen jó. Nagyon nagy szemtelenség, de tele van a idézőjelesen, tele van a csomagtartó szekszárdi bordói díjnyertes borokkal, akkor, amikor az Egri és a Villányi borvidéket látogatjuk, és megfelelő pillanatban előkerül a szekszárdi palack, bizonyítandó, hogy azt az aranyérem sort, amit idén nyertünk, nem véletlenül kapta meg Szekszárd. Mindezt tulajdonképpen akár feladatként, egyszerű marketing feladatként is fölfoghatjuk, meg úgy is, hogy néhány óra múlva vége a nyárnak, a nyárutóban azért már a jelenlévő szüretre kell gondolnunk, e tekintetben tehát egy nagyon szép bortúrának egy nagyon szép pillanata az, amit most élünk át, és holnap, amikor megérkezik a hűvösebb idő, akkor már az idei termése és az idei borokra gondolhatunk. Vállaltuk a testületet, hiszen a testület trikójába érkeztünk, és hát félreértést nem engedve, hogy ebben a játékban is nyilván a Város pénzügyőrség szeretne részt venni, nem csak akkor, amikor a hatóságként ellenőrizni kell ezt a jövedéki terméket. Egy dologban az biztos, hogy most adóraktárakban, egyszerűsített adóraktárakban nem látogatnak be, se Villányba, se Tokajba, se Egerbe. Hát több pincét meglátogatunk, amely a bor rali útjába, útvonalába esik és kijelölve van, sőt pecsételni kell, de elárulom őszintén, hogy éppen itt Szekszárdon egy olyan pincébe is szeretnénk perceken belül ellátogatni, amely nem esik a kijelölt pincék sorába, de hát a szekszárdi bor ebben az évben, ezt a Vámis pénzügyőrségen is tudják, nagyon szép sikereket ért el a bordói borvilágversenyen, hiszen 5 aranyéremből 3 a szekszárdi bornak köszönhető. Melyik áll közel önökhöz, melyiket fogyasztják szívesen, és melyikért tennének is a maguk eszközeivel azért, hogy a magyar bor arra magaslatra jusson, amire? Azt mondom, a Vámis pénzügyőrség az elmúlt időszakban, ha esetenként kellemetlennek is tűnt az a szigor, amellyel próbáltunk fellépni a hamis bor és a borhamisítás ellen, az eredményes volt az elmúlt időszakban. A mi filozófiánk, hogy minden magyar jó bort támogatunk, azáltal is, hogy hát a hamis borokat megpróbáljuk minél nagyobb arányban kiszűrni. Mit lehet mondani a debütálás után, az első szakasz követően, tehát most belepillantanánk a jegyzőkönyvbe, Ferjánc Attila dossziéjába? Hát legelőször is nem tévedtünk el. Minden feladatot teljesítettünk, és sehol nem lettünk az elsők. Mit vár most Villány felé haladva, és azt követően a magyarországi útszakaszok mennyire lesznek talán ismertebbek, vagy kedvesebbek ön számára a célig? Hát ha a vörös-boros területeket nézzük, akkor mind Szekszárd, mind Villány egy nagyon kedvelt terület a számomra. De hogyha a versenyt nézzük, akkor még a nehéz előttünk van, remélem, hogy ott is jól fogunk teljesíteni. Villány és Szekszárd között borászatilag tud rangsorolni, még úgy is, hogy mind a kettőt esetleg dicséri, de miben különbözteti meg ön számára a Szekszárdit a Villányitól? Tehát mi az, amiért kedveli bizonyos szekszárdi fajtákat? Én nem két borterületet különböztetnék meg, hanem egyes borokat. Van olyan évjárat és van olyan bor, amelyben Szekszárdia kiválóbb és számomra elfogadottabb, és van olyan évjárat, van olyan bor, amelyben a Villányi. Kedvet kapott esetleg ahhoz, hogy valamelyiket elő is állítsa a későbbiek során, amikor már erre lesz ideje és affinitása? Én azt hiszem, hogy ez távol áll tőlem.
én abban reménykedem, hogy mindig a kóstoló oldalon maradok egyelőre. Ezzel jobban járok, én is, meg a bortermelők is. Ahogy Őcsény egyfajta kiemelést, prioritást élvez a hazai kis repülőtereken nálad, ugyanúgy remélhetem, hogy a magyar vörös bortermelővidékek közül Eger, Villány, Szekszárd háromszögében valami Szekszárd is ugye a dobogó csúcsára kerül? Ez egészen biztos. Szekszárd az ország egyik legjobb, hanem a legjobb bortermelővidéke. Igen, kiváló borosgazdák vannak itt, bortermelők vannak itt. Csak azért nem emelek ki név szerint bortermelő barátaimat, mert valakit kihagynék, akkor az nem menne fel. De valóban Szekszárd szerintem az egyik legjobb bortermelővidék, és nagyon finom borok vannak itt, főleg a vörös borok. De aki Ázsiába is megfordulsz, esetleg valamelyik borász inspirált arra, hogy élsportolóként próbáld meg a marketingnek ezt az eszközét, hogy magaddal viszel a gépbe pár palackot? Nem, erre soha nem kértek meg. Ugyanakkor... Pilos is? Ugyanakkor mindig megteszem azt, hogy külföldön vagyok, külföldi versenyen. Magammal viszek egy-két palack, nagyon kedvenc, nagyon finom hazai vörösbort, hogy megmutassam, büszke megmutassam a külföldi versenytársaimnak, hogy néznek, hogy milyen finom boraink vannak. Ezt mindig megteszem. Most megyünk majd Japánba a műrepülő világkupa futamra, október végén, és magammal fogok vinni két üveg vörösbort. Ez a piac, ami még nincs meg a magyar borászatnak, az Ázsia, például Japán. Hát igen. Hajrá! Repülő világhírességünk navigátora, az MDF parlamenti frakció vezetője megígérte, hogy a Hungarikumnak számító magyar borokért a T-házban is harcolni fog. Nagyon nagy lehetőségek vannak a magyar borászatban, a magyar szőlészetben. A mi dolgunk az, hogy a kibontakozás feltételeit és lehetőségeit megteremtsük. Ennek egyfelől a törvényi háttere fontos, tehát meg kell teremteni a működés, jó működés feltételének a törvényi hátterét. Az Európai Uniós csatlakozás során a magyar borászok pozícióit javítani kell, és ami legalább ilyen fontos, hogy a bor marketingje. Tehát jobb bornak is kell a cégér, ezt elég régóta tudjuk, és ez a cégér hiányzik, az is elég régóta. Hát ezt meg kell teremtenünk, és ebben a közélet minden szereplőjének megvan a maga feladata, mindenki találja meg, lásson hozzá és dolgozzon. Kérdezhetem azt, hogy a közbeszédhez, a politikai kultúrához is hozzájárulhat egy ilyen borrali, ahol valóban a parlamenti székek helyzetétől függetlenül itt SZDSZ-es, MDF-es, MSZP-s, MDF-es találkozik, és tulajdonképpen hát bemutatják azt, hogy lehet egymásra szót érteni, és kell is. Hát ez pontosan így van. Ugye az elsődleges cél a bor kultúrának a népszerűsítése, a bornak magának a népszerűsítése, és nyilván ennek másodlagos hozadéka az, hogy az emberi többet tud meg a társairól, még ha nem is egy oldalon ülnek, mint egyébként, és talán a későbbiekben egy-egy kemény parlamenti vita során ezek az ismeretek jól jönnek, és egy kicsit nagyobb visszafogottságot eredményeznek az éppen megszólalóban. Miért lopta be magát a szívébe Szekszárd ennyire Szeged mellett, ha Salgó László értékrendjébe kutakodok? Erre nagyon könnyen tudok válaszolni. Amikor visszajöttem külföldről 2001. októberébe, akkor itt volt lehetőségem ismét kihívással, szakmai kihívással szembesülni, és megmondom őszintén, én addig is szerettem ezt a megyét, mert csodálatos természeti adottságai vannak, de hogy ide kerültem, én ezek alatt a hónapok alatt olyan embereket ismertem meg, amilyen emberekkel nem találkoztam, csak valamikor a vezetői pályám elején, a 80-as évek közepén. Ezt az időszakot, amit én itt töltöttem, csak a makói első szerelmes évekkel tudom összehasonlítani, amikor még lehetett hinni az embereknek, lehetett bízni az emberekbe. Itt nagyon sok olyan tisztességes emberrel találkoztam, amely során ez a 6 hónap visszaadta egyfajta bizalmamat, meg a hitemet az emberekbe, és én ezeket a kapcsolatokat máig is nagyon őrzöm. A lábtenisz barátoktól, a szakmai kapcsolatokig, polgármesterektől, ellenzéki és kormánypárti képviselőkig egy sor olyan emberrel van nekem változatlan emberi kapcsolatom, amely számomra a megyét, a Szekszárdot rendkívül fontossá teszi. Igaz, hogy egy hónapban, egy kedden akár mi történik, jön, és lábtenisz a legendás szekszári játékosokat, Török Bálint a Fred Pán Mikivel, és így tovább? Meg Kalász Janival, meg Szűs Lacival,
Guzoránfere, tehát lehetne sorolni itt a neves embereket, de ez igaz. Tehát számomra ez egy belső kötelezettség, hogy legalább egy kedden az öreg fiúkkal, a barátaimmal itt egyet látani szeszhessek a Zrínyi utcai 2-es iskola tornatermébe, mert ők meg megtették azt a gesztust, hogy helyettem nem igazoltak másik játékos. Tehát ez egy, aki Szekszárdon egy picit eljön mondjuk szombaton, vasárnap ide a piacra, és a lábtenisszel kapcsolatos híreket itt összeszedi, azt tudja, hogy ez 10 ember, nem 12, nem 15, nem 6, 10 ember ez a lábtenisz csapat, és nem igazoltak helyemre, én pedig, ha tehetem, itt vagyok. Reméljük, itt lesz a jövővi Borralin és Salgó László, meg a többi híresség is, aminek már a versenykírásban lefektetett célállomása lesz a Tolnai megyeszékhely, mint az ország egyik legjelentősebb borvidéke. Jövőre valószínűleg Szekszárd kerül sorra, teszünk azért, hogy ne városi pénzből, ne közpénzekből, hanem szponzori pénzekből ez a fajta pincelátogatás jövőre, vagy azt követő évben megszülesik. Emlékeztetőül, 4, illetve 2 év előtt itt randevúzott a mezőny.